Kedves nézői, még szeptemberben történt, hogy az egyik általános iskola konyhai dolgozója megmentette egy kisdiák életét. Ennek kapcsán a Városi Intézmények Működtető Szervezete egészségügyi tanfolyamot szervezett dolgozói részére. Most erről számolom be önöknek. Megmentette egy első osztályos kisfiú életét egy konyhai dolgozó az egyik ajkai általános iskolában. A gyermeknek ebéd közben torkának adta falat, fuldokolni kezdett, de a jelenlévő felnőttek nem veszítették el lélek jelenlétüket. Próbáltak segíteni, a tragédiát végül az egyik konyhás néni által alkalmazott Heimlich-féle műfogással sikerült elkerülni. Az esetből kiindulva a Városi Intézmények Működtető Szervezete egészségügyi tanfolyamot szervezett dolgozói részére a Vöröskereszt közreműködésével. A VIMSZ munkatársai mellett az Ajka Városi Óvoda pedagógusai, dajkái és technikai dolgozói is részt vettek a képzésen, amit több időpontban rendeztek meg, hogy a jelenlévők létszáma eredményes oktatást tegyen lehetővé. A baleset még szeptember elején történt. Az egyik kisfiú fuldokolt az aranygaluskától. A tanárnő kivette a többi gyermek közül, kihozta ide a kuka elé, letérdelt a kisfiú igazándiból, és hát ő a szájából valószínűleg kiszedte, amit tudott az elmondások alapján. Én már csak arra figyeltem fel először, azt hittük, hogy a kisfiú hányni fog, nem tudtuk, mi történik, csak amikor a tanárnő elkezdte kiabálni, hogy hívjatok mentőt, mert fuldoklik a gyerek, akkor jöttem ki a konyháról, és próbáltam kiszedni belőle egy speciális műfogásra ezt az ételmaradékot a torkáról, és másodjára hál' az égnek sikerült is közben. A kolléganőm hívta természetesen a mentőket, akik időközben meg is érkeztek pár perc alatt, hál' az égnek, és ők megnézték a kisfiút, átvizsgálták, jó fél óráig még itt voltak vele, bevitték a kórházba, bent tartották, és hál' az égnek kiderült, hogy nem maradt semmi szövődmény, és nem lett tüdőgyulladása semmi. Amikor a gyomrából kinyomtam, akkor és hál' az égnek egyből megszólalt, hogy nem tudtam kiköpni, és úgy megnyugodtunk, amikor egyből beszélt, és nem történt semmi nagyobb baj. Hál' az égnek. Nem kevés lélek jelenlét kellett ehhez, hogy ezt meg tudja oldani. Mit érzett, amikor meglátta, hogy a kisfiú fuldoklik? Megmondom őszintén, nem tudom, valószínűleg elönti az embert ilyenkor az adrenalin, mert nem is gondolkodtam, automatikusan kijöttem, és próbálkoztam, hogy sikerüljön. Bár előttem már a tanárnők is próbálkoztak, őnekik sem sikerült kiszedni. Nem tudom, teljesen kikapcsoltam. Tehát nem voltam még ilyen helyzetben, nem kerültem soha. Most volt az első, de hála az égnek hely tudtam állni. Meg a többiek is, akik segítettek. Mert itt nagyon fontos volt az, hogy ők észrevették, mert mi bentről nem látunk semmit ilyent. Tehát a tanároknak is nagyon figyelni kell, hogy észrevegyék. Mi volt ez a speciális műfogás, amit alkalmazott a kisfiún? A Heimlich műfogás, hogy ökölbe szorítottam igazándiból a kezem, és a bordái alatt megnyomtam magam fele, mögé álltam, és megnyomtam magam fele a gyermek gyomrát, amitől a levegő kinyomja magából az ételmaradékot. Mennyire volt nehéz eldönteni, hogy éppen mi az, amit alkalmazni kell? Hát igazándiból nem volt más megoldás. Már azon kellett közbe gondolkodnom, hogy ha nem jön ki, mit kell csinálni következő lépésben. De hál' az égnek a kisfiú nagyon nyugodt volt, és együttműködő, nem hisztizett, nem kapálozott, tehát nagyon ügyesen végigcsinálta ő is ezt a dolgot. Egyébként tény és való, hogy én ezt tanultam, mert eredetileg egészségügyi végzettségem van, és ott én tanultam, bár jó régen, tehát, és nem is alkalmaztam. Most már ugye kaptunk egy első segélytanfolyamot, és kiderült, hogy nagyon sok minden változott azóta az oktatásban is, és nagyon jó volt egy kicsit felfrissíteni ezt a dolgot, hogy emlékezzünk rá, hogy mit is kell tulajdonképpen tenni. Urkuton 2013. januárjában hasonló eset miatt történt tragédia, amikor egy 13 éves diáklány megfulladt a torkának a tételtől az iskolai menzán. Kovácsné Győri Zsuzsanna, a Városi Intézmények Működtető Szervezetének intézményvezetője elmondta, nagyon büszke dolgozójára. Mivel úgy látta, hogy az emberek többsége vagy nem mer cselekedni, vagy pánikba esik, ha segíteni kellene, minden munkatársának kötelezővé tette az egészségügyi oktatást. Az első segélynyújtási ismeretek felfrissítése azért is nélkülözhetetlen mindenki számára, mert bárhol és bármikor előfordulhatnak balesetek, amikor nincs idő tépelődésre, azonnal dönteni és cselekedni kell. A tanfolyam sokféle szituációra felkészítette a résztvevőket.
Itt igazából a leggyakoribb balesetekről beszélünk, ami a hétköznapokban előfordulhat, akár egy légúti idegentestről, akár sebzésekről, vérzésekről, égésről, illetve elég jellegzetes belgyógyászati kórképekről beszélünk, amikkel bármikor, akár az utcán, akár az iskolában, akár bárhol az óvodában találkozhatnak a dolgozók. Gyakorlati része is van ennek a tanfolyamnak, vagy csak elméletben ismétlik át ezeket a dolgokat? Természetesen gyakorlati is van, hiszen az első segélynyújtás azért főként a gyakorlat a lényeg, hogyha baj van, akkor tudjanak mit tenni az ott lévők. Ha valaki fel szeretné eleveníteni a tudását, hol teheti meg? A Vöröskeresztnél lehet jelentkezni, a helyi Vöröskeresztet fel lehet keresni, és ők szerveznek tanfolyamot, tehát náluk ezt meg lehet tenni, frissítő képzéseket lehet kérni, és gyakorlati és elméleti oktatást is kapnak a tanulók. A kisfiút Heimlich-féle műfogással sikerült megmenteni, hogyha ez nem sikerül, mi lett volna a következő megfelelő lépés egy fuldokló esetében? Hát itt még amivel ki lehet egészíteni, azok a háti ütések lehettek volna, tehát hogy a lapockák közé háti ütéseket mérünk esetlegesen, és akkor ezeket felváltva a Heimlich-féle műfogással próbálkozzunk eltávolítani az idegentestet. Ezek a lehetőségeink vannak egy légúti idegentest esetén.